Szóval van négy város. A címeket azik, remélem látjátok, itt van középen. Tehát van egy felső, egy alsó, a jobb és a bal. Remélem eddig világos. Egy kicsit meggyorsítom a játékot, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy a egyik kör jobbra megy, a másik kör balra megy. Az egésznek az a lényege, hogy van egy felső állomásunk. A felső állomásnak az a lényege, hogy az utasok mennének innen ide, innen ide. Persze nem így lesz. Hanem mindenkit bezavarunk a garázsba, jó? Így. Szépen mindenki betakarodik a garázsba. És ennek pont az lesz a lényege, hogy lehessen látni, ki hova akar majd menni. Ugye világos? Tehát most a felső állomást nézzük. És a felső állomáson azt látjuk, hogy van 1100 utas. Hopp, megállítjuk. Van 1200 utas. A 1200 utasból 700 utas akar a jobb állomáson keresztül a jobb állomásra, illetve az alsó állomásra menni. A másik a bal állomáson keresztül akar a bal állomásra, illetve az alsó állomásra menni, mert ugye ezek körbe mennek. Ezt a beállítást a következő módon lehet elérni. Van itt olyan ebben, hogy haladó beállítások. A haladóba van olyan rakomány szétosztása, úti célok, és a rakomány szétosztásánál az utasokra érdemes a szimmetrikus tenni. A szimmetrikus az azt jelenti, hogy megközelítőleg ugyanannyi utas megy majd A-ból B-be, mint B-ből A-ba. Az aszimmetrikus beállítás egy tetszőleges mennyiség mehet jobbról balra, illetve balról jobbra. A szimmetrikus az ezt eredményezi. Ha ezt most átállítom arra, hogy aszimmetrikus, így, akkor itt minden meg fog változni. Ezt egy picit félrehúzzuk, jó? Természetesen nem zárjuk be. A játékot elindítjuk, és mindenkit, aki a depóban van, kiengedünk. Ja? Úgyhogy ez hamar meg fog változni. Most nagyjából ugyanannyi megy lefelé is, mint fölfelé. Mindenki külön garázsban van. Természetesen minden négy sarokba tettem le garázsokat. Mint utólag kiderült, az azért nem volt olyan vicces. Nem baj, ezeket mind kiengedjük. Az összes rácot. Jó. Most elég sokan lesznek. Aztán van egy olyan beállítás is, hogy kézi. A kézitől ez az egész rendszer, amit itt láttok, ez így megszűnik. Most azért fogyott el ennyire, mert elhordtam az utast. Ezt ismételten megszüntetjük. Jó. Tehát mindenkit bezavarunk a garázsba. Majd mindjárt. Itt van. Lista kezelés, garázsba beküld mindenkit. És mindenkit beküldök a garázsba. Remélhetőleg. Ez egy kicsit furcsán történt. Mindegy. És nem akar bemenni. Jó. Na szóval, most már csak bemennek a garázsba végre. És visszamegyünk a haladó beállításoknál a rakományelosztáshoz. És beállítjuk azt, hogy kézi. Érdemes nézni egyébként ezt a teljes menüsort, ami itt fönt van. Jó. Beállítjuk azt, hogy kézi, és minden megszűnik. Kész. A kézitől oda mennek az utasok, ahova te viszed. A szimmetrikustól nagyjából egyformán mennek jobbra és balra. Az aszimmetrikus esetén mindenki oda megy, ahol akar. Ugye világos? És menet közben alakul így, tehát visszarakom kézire, kézi minden megszűnik. Most megint átrakom aszimmetrikusra, menet közben találják ki az utasok, hogy hova akarnak menni. Tehát 300, most megállítom egy kicsit, tehát 370-ből 262 oda megy, ahol akar. Tehát ahova te viszed. Ugye világos? Tehát bármely állomáson keresztül, bármely állomásra. A többi utas azt tudja, hogy min keresztül akar hova menni. Ez természetesen az a min keresztül, az azért van így ideírva, mert az összes busznak a menetrendje a következőképpen alakul. Egyetlen kör. Tehát a felső, a bal, az alsó és a jobb. Utána megint a felső, bal, alsó, jobb, felső, bal, alsó, jobb. Tehát szó szerint körbe-körbe mennek. Egy jobb kör van és egy bal kör van. Ennyi, remélem segítettem.